Sziasztok! Itt a Hellkés Lángos 286. adása. Itt van velünk a stúdióban, a melegben, nyáron, a Szikrázó Napsütésben, Zen. Hello, sziasztok! És itt van Szabi is. Hello, sziasztok! Szintén a Szikrázó Napsütésből, és azon gondolkozom, hogy ez a 286-os adás, akkor az előző volt az XT, következő meg a 386-os lesz. Ügyes, ügyes. Nem rossz, és nem lesz nagy tragédia, hogyha matekból hibázunk közben, ugyanis azt majd a 287-es adásban fogjuk csinálni, ugyanis az volt a 286-osnak a matematikai koprocesszorának a jele, a 82, már volt neki? 286-nak már volt társprocia? Volt, csak külön volt. Kellett venni, elé kellett tenni. Én a 386-oshoz vettem 387-es társprocit még, emlékszem. De azt lehetett emulálni is, csak tetű lassú volt. Hát, igen. Igen. Én pedig itt vagyok, ninja vagyok, és én fogom vezetni az adást, káoszra készüljetek, öveket becsatolni, és abszolút best effort, mert a logbookban elmondtuk, hogy mindannyian elég sűrű időket éltünk, úgyhogy csapjunk bele. Kezdjük és egy bejelentéssel. Nem, kezdjük azzal, amit Szabi szeretne mondani. Igen, én csak most szeretnék antenától elnézést kérni a kézi mikrofonért és a hallgatóktól is, de ígérem, megpróbálom nem nagyon prüncögtetni. Crazy mikrofon van nálad, és nem fogod prüncögtetni. Én pedig egyébként már ittam egy sört, igaz, hogy alkoholmentes, de a placebo hatás miatt már jó kedvem van. Szolgálati közlemény, vagy nem is szolgálati közlemény talán, hanem inkább műsorajánló rovatunk következik, ugyanis hamarosan itt lesz újra a Hacktivity, az IT Security Festival, amire már lehet vásárolni early bird jegyeket. Igaz, srácok? Így van. Így van. És ajánlott is venni, mert ha jól tudom, 10% kedvezményen lehet most hozzájutni, és hát szerintem azért a Hacktivity az olyan esemény, amire minden IT szekóban dolgozó ember kíváncsi, még Béla is talán el is jön rá, ismét egyszer élőben, de igen, tehát Hacktivity az egy biztos pont, legalábbis az én és az ismerős IT szekóban dolgozó emberek körében. Én egyébként nagyon érdekes, mert nagyon sokáig nem voltam Hacktivityn, és többször is mondták nekem, hogy jössz Hacktivityre, meg hogy te jársz Hacktivityre, és így úgy voltam, hogy nem, mi az. És egész addig lövésem sem volt róla, hogy mi az a Hacktivity. Nem tudom, én azt hittem, hogy ez valami, nem tudom, ilyen, mint az iskolában a sorverseny, tudod, hogy így, nem, tehát ilyen nem volt ötletem, hogy mi lehet az a Hacktivity. Nem is néztem meg sose az interneten se, és aztán amikor először egy Besides-on voltam, talán az elsőn, akkor mondták, hogy amúgy a Hacktivity ilyen csak kétnapos és nagyobb, és akkor basszus, hát akkor jövök, és hát azóta meg ugye úgy kell engem elrángatni ezekről. De addig is tényleg készítsétek a floppy meghajtóitokat, mert előfordulhat, hogy megint találtok majd diszkeket rajta különféle Hellkés Lángos relikviákkal, vagy malverekkel, ki tudja. Van nekünk egy fontos feladatunk, méghozzá az, hogy tájékoztassuk a kedves hallgatókat arról, hogy a korábban már beharangozott, illetve kitárgyalt 3CX történetnek mi a folytatása. Így van, ezt tologattuk most egy ideje már magunk előtt, és azért szerettem volna beszélni, lelövöm az elején a poént, az, hogy egy dupla supply chain attack történt, és azért ezek úgy nem jellemzőek, úgyhogy azért amikor a Mandiant már ugye kiadta riportot, és akkor rájött, hogy hoppá, itt mik történtek, akkor ez még érdekesebbé tette az amúgy is szerintem technikailag is egy szofisztikált támadást, amit az előző podcastból kihagytam az, hogy azok az emberek, akik olyan helyen dolgoznak, ahol ezzel kapcsolatban érintettek lehetnek, ott érdemes a MITRE-nek erre a frameworkére ránézni, ugyanúgy van a MITRE-nek a Supply Chain Attack frameworkje, és ezt a dokumentációt elolvasni. A 3 részből áll, van egy ilyen beszárító lánc fenyegetés modelles része, egy supply chain támadási forgatókönyv, meg egy támadásdetektálás és védelmi stratégiák, és ezeket azért úgy érdemes megnézni, hogy működnek, hogy ne járjunk úgy, mint a 3CX vagy 3CX. Alapvetően, amit érdemes tudni azzal kapcsolatban, hogy hogyan történt maga ez a dupla supply chain attack, hogy az biztos, hogy észak-koreai hackerekről van szó, és már volt is erről szó, hogy az elmúlt időszakban egy csomó ilyen kamu LinkedIn profilt hoztak létre ők, ahol kamu állásajánlatokat küldtek ki, amik természetesen rossz indulatú kódot vagy olyan linkeket tartalmaztak, és ennek a hacker csoportnak, ugye itt valószínűleg a Lazarusról van szó, azt mondtuk az előző adásban is, a célpontjaik azok alapvetően védelmi cégek vagy kriptovaluta szektorban tevékenykedő cégek voltak, a célkeresztben pedig elsődlegesen Mac és Linux felhasználók voltak. A Mandiant által közzétett jelentés szerint a 3CX támadás az különben 2022-ben kezdődött, amikor egy 3CX-nél lévő alkalmazott egy korábbi supply chain-etek során megfertőzött szoftvercsomagot telepített, amelyet viszont a Trading Technologies által biztosított úgynevezett X-Trader szoftvercsomaghoz kapcsoltak. Úgyhogy ez lesz az egészben a csavar. Maga az eset, vagy eszet, vagy ISET, nem is tudom, hogy kell mondani szerencsétleneknek a cégét, csak azért, hogy ne az esetre gondoljunk. Én se tudom, sose. Ők ugye csináltak egy kutatást, és feltételezték, hogy a rossz indulatú kód, ami a 3CX supply chain-etekben használtak, az nagyon nagy hasonlóságot mutat azokkal a Linux alapú rossz indulatú kódokkal, amelyeket az épp említett hamis állásajánlatokban terjesztettek ugye a LinkedIn-en keresztül. Amúgy az ott lévő kutatók szerint ez az első olyan alkalom, hogy észak-koreai hacker csoport vagy a Lazarus az konkrétan Linux felhasználók ellen irányú rossz indulatú kóddal támadott, úgyhogy ez is egy ilyen érdekessége, meg ugye az is, hogy Mac-en is egy nagyon szofisztikált támadás volt maga a FreeSix, ugye, amit beépítettek a FreeSix-ben. A Mandiant és a Proofpoint, és amúgy egyéb más szakértők szerint is a Lazarus csoport az hosszú ideje használja ezeket a hamis LinkedIn profilokat arra, hogy állásajánlatoknak átszázott rossz indulatú kóddal fertőzött dokumentumokat küldjenek, vagy linkeket, és ezt először a ClearSky Security fedezte fel már 2020-ban, tehát azóta, 2020 nyarántól már biztosan, hogy ez a fajta ilyen first stage az megvolt, és látható az, hogy a Lazarusnak annak elég sok kutató és hírszerző szakembere van, hogy fel tudják globálisan tartani ezt a kampányt, ami azóta is folyik. A Mandiant amúgy április 11-én tájékoztatta a Trading Technologies-t, hogy az X-Trader szoftvere az kompromitálódott, de a szoftvergyártónak még nem volt ideje megvizsgálni és ellenőrizni. Ez több okból is így van. Az egyik az az, hogy magát az X-Tradert azt ők 2020 áprilisában már kivonták a forgalomból, tehát már 2 évvel azelőtt, hogy a hackerek állítólag rossz indulatú kódot helyeztek el benne. A cég azóta nem is adott ki új verziót a szoftverből, és megszüntette a terméknek a támogatását, ami viszont pozitívum, mert hát kevésbé ideális vektorrá teszi az észak-koreai további támadások számára. Jelenleg amúgy még nem világos, hogy esetleg más szoftvercégek munkatársai letöltötték-e ugyanezt a kompromitálódott X-Trace szoftvert, de a FreeCX-nél biztosan tudjuk. No, hát amit érdemes tudni erről az X-Traderről, hogy klasszikusan hasonlóan működik, mint amit a FreeCX-nél is láttunk. A telepítő az egy több lépcsős, ilyen moduláris backdoor-t deployol a Vale-szignálnak nevezettet, és bár azt állították, hogy az X-Trader platform az 2020-ban megszűnt, de mint mondtam, még mindig elérhető volt a Trading Technologies-nak a webhelyéről 2022-ben, amikor a vélhető ugye alkalmazott által lévő FreeCX kompromitáció megtörtént. Maga a szoftver amúgy digitálisan alá volt írva Trading Technologies International néven, és 2022. októberében járt le a CERT. A telepítő az 2 trójai DLL-t tartalmaz, és ez kezd el futni. A DLL-ek a D-shell kódot használják, ez rémelhet, van ilyen szó? Rémelhet a hallgatóknak, meg nektek is ugye a PAT és a Sumatra PDF-es támadások, ugye ott is ezt, meg ugye a SIGFLIP-et is tartalmazta, ugye, aminek az a lényege, hogy a P-fájlok patchelését úgy végzi, hogy módosítás esetén is az integritás ellenőrzésnél a checksum az nem módosuljon, ezek amúgy fönn vannak GitHub-on. Aztán persze szokásosan mindenféle dekriplálást csinál, stb. Ugye a Vale-szignál moduláris backdoor-t szépen lefutatja, ami majd fog a process injection-ért, meg ugye a C2-ért felelni. A process injection a C2 modulnál a Chrome, Firefox és az Edge-be integrálja, hát végül is injektálja, és emellett persze figyel a named pipot, hogy újra be kell leinjektálnia a kommunikációs modult, hogyha szükséges, a C2 modul pedig létrehoz ugyanígy egy Windows namepipe-ot, és várja a bejövő kommunikációkat, amelyeket aztán ugyanúgy titkosítva küld a C2 szerver felé. Most azzal, hogy milyen titkosítás, stb. Nem mondhatok senkit, de a dolog lényeg, hogy ezek mind-mind olyan artefaktok, ami miatt össze tudják lakni, hogy valószínűleg ugyanahoz a csoporthoz tartozik a támadás. Ugye ami hasonlóság van a Vale-szignálnál, és ugye, hogy összevetették a kódot, az az, hogy mind a kompromitált X-Trader, mind a FreeSix desktop app ugyanolyan módon extraktálja és futtatja a payloadot, azonban a végleges payload az viszont különbözik. Mindkettő használja már említett open source SIGFLIP-et és a D-shell-t. Mindegyikben van amúgy egy Tutma nevű hardkódolt cookie a payloadban, és mind a kettőnek ugyanaz a hash típusú cipher encryptionje van, tehát hogy ezek mind-mind olyan artefaktok, amiből azért lehet gondolkodni, hogy itt miről is van szó. Ami még információba kijött, az az, hogy az első támadás az valószínűleg 2021-ben kezdődött, amikor először kompromittálták magát a Trading Technologies céget, és feltehetően 21. novemberében aláírtak egy már módosított X-Trader verziót, szóval ekkor már egészen biztos, hogy bent voltak a cégnél, a szoftver pedig utána bő egy évig még fenn volt a weblapon, és letölthető volt. 3 hónappal később, 22. februárjában pedig a TH, ugye a Google-nek a Threat Analysis grupja, az felfedezte, hogy észak-koreai hackerek feltörték a Trading Technologies webhelyét, tehát magát a tradingtechnologies.com-ot, és hogy ott rejtett exploitot helyeztek el, hogy nyilván, hogy megfertőzzék a látogatókat. A TG viszont azt nem tudta, hogy akkor már maga az X-Trader szoftver is fertőzött volt, és hogy ugye már azt is kompromittálták. A 22-ben ugye még mindig elérhető volt a weblapon, és ez volt az a pillanat 22-ben, amikor FreeCX alkalmazott, ezt letöltötte a saját privát gépére. Erről már beszéltünk, hogy ezek a Bring Your Own Device-os történetek visszajönnek. Pro-kontra lehet, hogy a BCP kapcsán is jó volt, hogy erről egy picit az előző adásban beszéltünk. A Mandiant amúgy nem tudja pontosan, hogy az alkalmazott mikor töltötte le ezt a programot, és amúgy az sem, hogy miért tette, tekintve, hogy maga az X-Trader az nagyon-nagyon réteg szoftver, amit bankok és az ügyfeleik használtak. Azonban kellett hozzá egy Trading Technologies account, és már azelőtt sem voltak kiskereskedelmi ügyfelek és termékek, mielőtt 2020-ban kivonták volna a forgalomból, tehát egy teljes a káosz, hogy egyáltalán ez hogy történt. De ugye tudjuk, úgy visszatérve az előző vonalra, hogy ezután a backdoor telepített ugye az alkalmazottnak a számítógépével, ami által a támadónak teljes adminisztrátor és szisztem jogosultsága lett. És ezután volt, hogy elloptak hitelesítő adatokat, adminisztrátor szintű hozzáféréseket, stb. Erről az előző podcastban beszéltünk. Amit még érdemes tudni, azon kívül, hogy ugye ez egy dupla supply chain-etek, és nincs további információ az X-Traderrel kapcsolatban és a Trading Technologies-zel, tehát próbáltam infót szerezni, de az utolsó az április vége, május eleje, tehát ott már hiába szólt a Mandiant, meg hiába szóltak. Nem tudom, hogy ez nem hajlandóság miatt van, vagy zárt körűen vizsgálják, de biztos, hogy publikus információ nincs, pedig ott is érdekes lenne, hogy a Lazarus amúgy hogy jutott be hozzájuk, és miért pont egy olyan szoftvert kompromittáltak, ami ami már akkor se igazán volt használatban, de hát teljes káosz, hogyha belegondoltak, hogy a FreeSix az gyakorlatilag egy ennyire banális módon fertőződött meg, és jutottak be utána. Viszont az biztos, hogy nem csak a két cégnél okoztak kárt, hanem két kritikus infrastruktúrával rendelkező energia ágazati szervezetben is, valamint két pénzügyi kereskedelmi szervezetben, amik ugyanígy a trójai programmal fertőzött X-Trader alkalmazást használták, tehát hogy azért ennek sokkal nagyobb volt az impaktja, azokról se tudunk több információt, de hát azért ugye el lehet képzelni. Úgyhogy minden olyan cég, aki ilyesmivel foglalkozik, különben szoftverfejlesztése, vagy bárhol, ahol supply chain-be benne vannak, és valamilyen szintű, vagy nagyon sok ember által használt, vagy kritikus infrastruktúrát alkalmaznak, azért érdemes, ha nem figyelnek rá, nyilván ez biznisz, tehát nem pálcát török, de hogy mindenképpen érdemes a MITRE frameworköt nézegetni, meg ezeket a sztorikat kicsit talán ezek a sztorik után egy kicsit átgondolni, hogy pontosan milyen módon érdemes figyelni, mert szerintem nagyon jó szemfelnyitás például egy ilyen dupla supply chain-etek, ahol látszik azt, hogy nagyon-nagyon szofisztikáltan támadtak, és azért nagy impaktja van. És valószínűleg nem véletlen volt az egyébként, hogy ezt a szoftvert használták. Lehet, hogy már elavult, meg kezdték visszavonni, de simán lehet, hogy hogy rá tudták beszélni azt az adott embert, hogy telepítse föl. És igazából ennyit. Tehát lehet, hogy nem tudták volna rábeszélni valami olyasmire, ami kevésbé lett volna neki releváns. Ez valószínűleg volt egy use case, amivel őt rá tudták venni, hogy ő ezt használja. A másik alternatíva, hogy hallották, hogy ezt ő, tehát hogy lehet, hogy tudná használni, és nem, fordítva. Tehát valószínűleg így ebbe tudtak egy sérülékenységet találni, illetve bele mászni, és akkor innentől kezdve már csak rá kellett venni, hogy telepítse föl, valami use case kitalálni. Tehát azért nem annyira nehéz azt mondani neki, hogy figyelj, ahhoz, hogy neked ez a feladat sikerüljön, ahhoz ez a szoftver fog kelleni. Így van, meg ugye amit említenek a cikkek is, meg a Mandiant is, hogy ugye itt pénzügyi kereskedelmi cégek is érintettek voltak, meg energia szektorban lévő cégek. Lehet, hogy elsődlegesen az volt a cél, mert ők használták, a FreeCX meg lehet, hogy csak benyelte. Na igen, ez a másik, hogy ez lehet véletlen is ebbe az irányba elmenni a véletlen fele. Mindenképpen érdemes arra odafigyelni, hogy mit engedélyezünk feltelepíteni a vállalati hálózati gépekre, vagy hát a hálózatba beengedni. Tehát, mint látjuk, nem mindig lehet látni azt, hogy mi kerül bele. Igen, mert ugye pont elhangzott az is, hogy úgy került bele más dolog, hogy igazából az integritása az nem változott, és pont a elmúlt hetekben gyűjtögettem még anyagot a birthday-etekkel kapcsolatban. És akkor találtam rá én is egy GitHub-os repóra, talán Korkami per collision, vagy nem tudom, össze van gyűjtve egy csomó ilyen túl, például a Unicol MD5-re, akkor volt a Shuttered, ami a SHA-1-esre van, és igazából egy csomó olyan túl volt ott összegyűjtögetve, ugye meg tudod azt csinálni, hogy addig-addig csűri-csavarja ugye ott a checksamokat, még ugyanaz lesz, mint amit te szeretnél. Nyilván ez algoritmustól függően eltarthat néhány órától néhány ezer évig, de ugye ezekre van lehetőség. De illetve kezdve hogyan fogod azt mondani egy szoftverre, ami elvileg adott csekszámmal nem egy kártékony dolog, hogy nem rakhatod föl. Nyilván lesz egy üzleti döntés, hogy mondjuk az adott cégnél van-e arra szükség, hogy ilyen szoftvert használjunk, vagy nem, de hogyha egy adott cégnél van fejlesztő, vagy van olyan másoknál egyenlőbb személy, akár a ranglitrán fölfele, aki úgy gondolja, hogy rá nem vonatkoznak a céges policik, akkor föl fog menni, és technikai eszközökkel nem biztos, hogy észre fogod venni. Hát technikai eszközökkel még előfordulhat, hogy akkor se veszed észre, ha megváltozik a checksumja. Nekem saját tapasztalatom, hogy a SysInternalsnak a Microsoft által aláírt komponenseibe nyúlkáltam bele, pont azzal a céllal, hogy megváltoztassam a hash-t, mármint, hogy igen, ami alapján a detektálás történik, és ezek alá vannak írva, tehát ott van a végén a certificate, meg a signature, és hogy így semmi, nem szólt róla az oprendszer, hogy hello, te most ezt itt futtatod, alá van írva a Microsoft által, de nem valódi az aláírás, mert megváltozott a kód. Tehettem volna bele backdoort is akár. Hát amúgy ez szerintem technikailag van fönn, most nem tudom, hogy a NIST-nek vagy valaki biztos, hogy egy nagy adatbázis, most fejből nem tudom, hogy melyik tárolja azt, hogy melyik Windows update-el, melyik Windows verzióban a rendszer fájloknak milyen csekszáma van, amúgy az is durva, hogy egy csomó nincs aláírva, de hogy ez rengeteg verzió van, és szerintem a legtöbb EDR-ben, vagy akár mondjuk sima AV-ban azért nem is követik feltétlenül ezeket, mert hogy lehetetlenség, hanem ugye inkább azoknak a footprintjét nézik, amiről tudják, hogy malicious. Tehát azokat tényleg relatív könnyű úgy mókolni, hogy ha más nem is, most ugye csak a checkszámról beszélünk, de tehát, hogy az könnyű. Itt azért nem értem, mert hogyha nyilván van mondjuk egy jó EDR vagy egy jó NT, akkor azzal azért eléggé keresztbe lehet lőni mondjuk egy ilyen FreeCX-et is, mert azért látszik, hogy malicious dolgokat csinál, látszik az, hogy mondjuk C2 felől kommunikál, azt azért minden NTA meg fogja fogni, amikor AS-256 bánat tudja, milyen cypherrel elkezd valami tök új locationre kifelé kommunikálni. Hát igen. Jó, nem tudom, van még ebben valami gondolatotok, akkor lépjünk tovább. Az jutott eszembe, bocsánat, hogy ezek kapcsolatban, hogy az is talán Hacktivity-n volt tavaly, az előadás, tudom, amikor a Windows Policy-ból be lehetett állítani, hogy mit engedjen futni, igen, meg mit nem, és ugyanez volt, hogy ő valahogy cashből vette azt az értéket, és így pont nem foglalkozott vele, hogyha te megváltoztattad a pendrive-on a checkszámokat, vagy aláírásokat, vagy nem is tudom már mit. Igen. Megérted, a C2-nél is az van, hogy azt is meg lehet azért nem is nehezen csinálni, hogy olyan locationre menjen, amit már nem fog meg az NTS, stb. Tehát itt jön be az, hogy amikor valaki nagyon szofisztikáltan támad, nagyon-nagyon rád van készülve, akkor azt nagyon-nagyon nehéz detektálni. Hát utólag igen, azért érdekelt volna amúgy a CrowdStrike-nak is a tényleges riportja, hogy most akkor pontosan ők hogy találták meg. Az nekem soha nem lett egyértelmű. Hát igen. Egyébként egy jó tékövé, vagy hát egy ilyen jó tanúság, hogy ha meg akarnak támadni, és be akarnak jutni, akkor be fognak jutni, így vagy úgy. Tehát nem tudod kivédeni, és nem tudod megvédeni ettől az organizációt, hanem fel kell rá készülni, és detektálni kell, és tudni kell rá reagálni. Pont ez volt egyébként most a Darknet Diaries legújabb epizódjában a fő mondani való, ajánlom azt is meghallgatásra, marha jó sztori. Ott meg egy kisebb államot ransomware-eltek meg a Karib-tengeren, szóval tényleg érdemes meghallgatni. És a Karib-tenger kalózai. Hát majd, hogy nem, igen. Hát ki fog derülni, hogy nagyjából hova attributálták ezt a dolgot, nem a Karib-tengerre, azt azért így elárulom, de tényleg jó kis sztori volt. Ami viszont nekem így ilyen régóta tologatott, és már adós vagyok vele történet, az pedig az, hogy hogyan függ össze Ozora, meg a titkosítás. Ugye Ozoráról azt tudjuk, hogy legalábbis az a hír járja, ugye, hogy ott azért nem mindenki teljesen mondjuk úgy, hogy normál tudatállapotban van, hanem ott vannak azért különböző módosítószerek, vagy lehetnek, még sose voltam ezen a fesztiválon, de hát ez a hír járja, és van egy tanulmány, ami szerintem érdekes lehet a számunkra, és nem feltétlenül ezek miatt a szerek miatt, hanem azért, mert a titkosítással foglalkozik, illetve a kommunikációnak egy olyan formájával, ami ugye nem mindenki tudja dekódolni. Ez lazán kapcsolódik ide egyébként, hogy egyszer sétáltam a kislányommal, egy telefonfülke mellett mentünk el éppen, és azt hiszem a cipőfűzőmet le kellett hajoljam bekötni, és hogy lehajoltam bekötni a cipőfűzőmet, feltűnt, hogy a hirdetés a telefonfülkén az azt mutatja, hogy a szülő, aki fogja a gyerek kezét a képen, ott rossz kedvű, nagyon csúnyán néz, és a gyereken pedig monokli van, meg hát látszik, hogy hát megverték, és szomorú. És akkor ezen így elgondolkodtam egy kicsit, hogy úristen, milyen, oké, tök jó, hogy így a családon belüli erőszakról hirdetnek, és erre próbálják felhívni a figyelmet, és felálltam, és megváltozott a kép. És a kép ott már egy boldog családot ábrázolt. És akkor ugye azonnal visszagugoltam, és láttam, hogy onnan nézve, úgy volt megcsinálva, hogy onnan nézve, gyerek perspektívából nézve, az volt, hogy ez egy ilyen abúzusnak az áldozata, ez a kisgyerek, és a szülő pedig egy bántalmazó szülő, a szülő perspektívájából nézve pedig ez normálisnak tűnt. Tehát ez nagyon érdekes, szöget ütött a fejembe, hogy ez milyen egy jó megoldás. Na és mi van akkor, hogyha ezt nem a térben, ezt a fajta kommunikációt, ezt a rejtett kommunikációt nem a térben határoljuk el, meg változtatjuk meg a térbeli síkon, hanem a tudatállapothoz kötjük. És egy tanulmány erről született, igazából egy verseny kiírás volt, és abból lett ez a dolog, hogy hát hogyan kommunikáljunk titokban az emberekkel, akik LSD hatása alatt állnak. Ez egész érdekes gondolat. Sose voltam LSD hatása alatt, megmondom őszintén, de itt a cikkben bemutatnak néhány dolgot, ami valószínűleg igaz arra a hatásra, amit kifejtenek ezek a szerek, és az egyik ilyen például az, ugye tudjuk azt, hogy megváltozik a tudatállapot, megváltoznak a funkcionális, az érzékelési és a tudati, hát ilyen funkciók a drog hatására. Hát ugye a drogokkal kapcsolatos oktatás és érzékenyítés, ez mindenre ezt hangsúlyozza ki, hogy beveszed ezt, és akkor majd máshogy fogsz viselkedni, máshogy fogod ezeket a dolgokat látni, hallani, érezni. Ismerek valakit, aki mesélte, hogy ő elszívott egy füves cigit, és hallotta a monitorozó rendszerben a alerteknek a képét, meg ilyenek, hát szóval ki tudja. Minden esetre az LSD-ről is van egy ilyen példa, hogy egy ilyen után, tehát amikor így mozgatod a kezed a szemed előtt, akkor így húzza a csíkot, tudod, mint amikor így vibrál a neon, nem látod, hogy vibrál, és akkor így húzza a csíkot. Ilyen késleltetett érzékelés, hogy a fene tudja. Na és akkor ezzel kapcsolatban van itt ez a cikk, ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. És egy jó példa, hogy mutatnak egy olyan képet, amin villognak különböző képek, egy ilyen videószerű dolgot, akkor normál tudatállapotban ez csak egy fénycsík, ami így végigmegy balról jobbra, viszont hogyha van ez a elmosódós, összemosódós, késleltetett, érzékelős dolog, akkor meg összeáll belőle egy betű. Milyen érdekes. És akkor lehetne egy ilyet csinálni, hogy kitenni egy ilyen képet a falra, és ott lenne mondjuk a jelszó. És akkor ahhoz, hogy be tud írni a jelszavadat, ahhoz be kell nyalni egy bélyeget mondjuk. És akkor ugye, ha nincs a cucc, akkor nem működik, mert akkor nem fogod látni ezt a képet. És mondjuk lehet, hogy ez a kép változik, tehát egy gép generálja, és akkor ugye, tehát így már is ott van, hogyha odaállítanak valakit, hogy akkor most írd be, akkor ő nem érti. Ha megvan a szükséges szubstancia, akkor egyből összeáll neki azt, hogy jaj, hát akkor ez a jelszó, és akkor karakterenként szépen lejön neki. Mondd. Tehát igazából akkor az új jelszómenedzser az a dealer? Például igen, lehetne az is. Aztán van még egy érdekes dolog, ez az egyik, tehát ez például egy kimaradtan ilyen low hanging fruit, tehát itt már bemutatja ez a kis tanulmány ezt a dolgot, de például lehet olyan számítógépes játékot csinálni, megvizsgálták már páran, amit nem értenek olyanok, akik normál tudatállapotban vannak, viszont valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt meg végig lehet játszani. Tehát így, érted? Mivel máshogy működsz olyankor, máshogy érzékeled a dolgokat, ezért hát így megváltoznak a dolgok, és akkor például a képek, amiket ott látsz, azokat össze tudod kötni. Aztán vannak ilyenek még, hogy például, hát állítólag, vagy hát vannak ilyen kérdésfeltettek, fogalmazunk máshogy, feltettek ilyen kérdéseket, például a textúrákkal kapcsolatban, meg így ezekkel az érzékelésekkel kapcsolatban, például, hogy van ez amit ugye meséltem, hogy így a kezünket, hogyha húzzuk a szemünk előtt, akkor húzza a csíkot maga után, vagy ez dózisfüggő-e például, hogy mekkora sebességet, mekkora ideig, meg mekkora távolságra húzódik el ez a csík, ezeket próbálták vizsgálni, vagy van-e additív funkció, tehát hogy az azonos színek, azok kiegyenlítik-e egymást, vagy kiátlagolódnak-e, vagy az esetleg az ellentétes színek kioltják-e egymást. És akkor erre például egy másik példa az, hogy mutatnak egy képet az embernek, amin színek villognak. És akkor különböző színek villognak, józanul nem tűnik különösen érdekesnek, viszont hogyha tényleg van egy ilyen hatása ennek, hogy a színek, az egymásra kerülő színek, a késleltetett érzékelés hatására a még ott lévő színnel additívan mondjuk, vagy éppen kioltó módon azokat semlegesítik egymást, akkor lehet, hogy ez a kép az majd, hogy nem kristálytiszta lesz, szemben azzal, amit a józan ember lát, ami meg teljesen egy zavaros, vibráló, vagy hát ilyen színesen villogó kép. Így látom, hogy tudod, Feld már így nagyon érdeklődne ez iránt, hogyan működik. De mondjuk pont azon gondolkodtam, hogy még nem is kell tudatmódosítószer, hanem hogy mennyire másképp érzékelünk dolgokat, vagy hogy mennyire kultúránként eltér mondjuk az, hogy főleg Kínában, ázsiai részeken mondjuk mikrotonális zene mennyire van, és mennyire rá van állva a fülük, és hogy mondjuk ha azt kéne nekünk dekódolni, tegyük föl, hogy azt használják bármiféle szájfernek, akkor mi európaiak többsége, aki nem edzett erre a fülét, az így nem fogja tudni értelmezni, hogy ott mi van. Hát igen. Aztán Mondjad, majd a végén. Jó. Tehát aztán a másik ilyesmi például, hogy a textúrákkal kapcsolatban van ilyen dolog, ez megint csak egy tanulmány, egy kutatás bizonyítja, hogy bizonyos textúrákat kimondottan jól meg lehet különböztetni, meg fel lehet ismerni LSD hatása alatt, és az LSD-t egyébként itt a cikkben nem csak a Lizerkshaft dietilamid szerre mondják, hanem az összes ilyen, ez ilyen összefogó név, tehát ilyen átlátfogó név a pszichedelikumoknak. Tehát vannak olyan patternek, olyan minták, olyan textúrák, amik kimondottan, hogyha felerősödik a periférikus képnek az érzékelése, vagy éppen az eltűnik, akkor azokat sokkal könnyebben meg tudják különböztetni egymástól az emberek, hogyha ilyen tudatállapotban vannak. És egy proof of conceptet csináltak például egy ilyen bináris enkódolásra, hogy mutattak két képet, igazából képpárokat mutattak embereknek, akik be voltak állva, úgyhogy magasan voltak, be voltak tépve, és hogyha azonos volt a kettő kép, azonosnak érezték, akkor az egy egyes volt, ha különbözőnek érezték őket, akkor meg ez egy nulla. És akkor így szépen le lehetett a bináris kódot írni, és ugye abból kijött egy üzenet gyakorlatilag. Ilyet is lehetett, ilyet is csináltak, és van még itt egy-két ilyen érdekes téma és komment ebben a cikkben, úgyhogy mindenki olvassa, mert nagyon-nagyon inspiráló és nagyon érdekes, és ezt simán el tudom képzelni azt, hogy ki tudja, jövőre, vagy jövő után már nem csak Hacktivity-re fognak minket elküldeni a munkáltatóink, hanem mondjuk Ozorára, egy kis kutatásra. Elvonóra. Lesz. Ja, hát utána meg elvonóra, igen, és akkor lesz egy sátor, ahol a pszichedelikus enkriptálással foglalkoznak. Egyébként, ha ilyen van, akkor szóljatok meg. Hát pusztán tudományos szempontból kíváncsi vagyok rá. Azt akartam hozzátenni, hogy ez a késleltetett érzékelés. Nekem az villan be, nem tudom, mennyire emlékszel még az első notebookokban, ugye nem TFT, nem tudom, milyen kijelző volt, hanem volt annak is valami neve. És a Windows 95, meg Millennium Edition, meg ezekbe a akkor modernnek számító oprendszerekben volt egy külön kapcsoló, hogy be tudod kapcsolni, hogy az egér húzza ezt a tracket maga után, hogy amikor mozgatod az egeret, akkor lásd, hogy hol van igazából, mert annyira lassú volt a képfrissítése ezeknek az eszközöknek. Emlékszem arra is, meg arra is emlékszem, hogy például, ha megnézel egy VT100-as terminált, és azt a klasszikus, igazi VT100-as katód-sugárcsöves terminált, ami a fluoreszcens izével működött, ugye ott konkrétan időbe telt, amíg a gerjesztés után kialudt a megvilágított képpont. Tehát a filmekben is, hogyha látjuk azt, hogy ott villog a kurzor, akkor az a kurzor az igazából pulzál. És nem azért pulzál, mert az algoritmus az azt csinálja, hogy elkezdi a gammát, meg amit tudom, csökkenteni, aztán meg szépen visszanövelni, hanem azért, mert van gerjesztés, nincs gerjesztés, csak éppen annyira hosszú ideig tart a lumineszcens hatás ott azon a képponton, hogy az úgy maradt. Tehát valószínűleg ilyesmi jellegű hatása van, és így ott is az volt, hogyha itt tudom én egy grafikus, nem grafikus, mert a VT100-as az szöveges terminál, de hogyha egy encursys menüfelület volt, vagy ilyesmi, vagy csak a szöveg scrollozódott, történhetett olyan konstelláció, hogy nem lehetett elolvasni szinte, ha túl gyorsan ment, mert egyszerűen alávilágított, meg áthalásosak voltak a sorok egymás között. Azok voltak régen, az igazi idők. Régen minden jobb volt. Igen, nem kellett hozzá se érzé. Ja, meg még valami, a késleltetett érzékeléshez lazán kapcsolódik, amikor csocsóztunk, tehát így azért volt ilyen, hogy jött a labda, tudod, így mozdultam rá, és akkor már rég nem ott volt a labda, de mindegy. Igen, tehát mindannyian tudjuk, hogy ezek a dolgok vannak, és történnek. Még valami, és ez most egy kicsit más téma lesz, SIM-swappingról beszéljünk egy kicsit. SIM-swappingról. Jobb a SIM-et cserélni, mint a tűt, azt mondod? Hát, ha már mindenáron valami frappáns átvezetést szeretnénk csinálni, akkor például mondhatnánk azt is, hogy óvatosan ezekkel a szerekkel, mert a rendőrség nem nézi jó szemmel, viszont jó barátok is lehetnek a nyomozó urak és hölgyek, hiszen például olyan tanulmányokat is megosztanak velünk, mint például a SIM-swappinggal kapcsolatos történet. Úgyhogy köszönjük is szépen Zakar Ádám főtörzsőrmester nyomozónak, hogy átküldte a 2019-es anyagát a magyarul SIM-cserés támadásról. Alapvetően ő is arra a konklúzióra jut különben, hogy Magyarországon nem jellemző ez a fajta kibertámadás, azonban majd érdemes a dokumentumon található preventív lépéseket megtenni, biztos, ami biztos alapon. Ahogy legutóbb is beszéltünk róla, amikor kicsit így agyaltunk, hogy jó, de ez mennyire létező dolog Magyarországon. Az a jó hír, hogy a hazai mobilszolgáltatóknak a szabályozásai miatt relatív nehéz ezeket meglépni. Változó az, hogy a Telenor, Vodafone, Telekom triumvirátusban hol mennyire könnyű, vagy mihez kötik, de mindenhol alapvetően vagy írásban lévő meghatalmazott személyekkel, vagy nyilván személyével maga, akihez a szám van rendelve. Ezt tudjuk is, hogy így van, ez külföldieknek nagyon furcsa lehet. Most is találkoztam különben olyan, hogy boltban szeretett volna SIM-kártyát venni a külföldi srác, meg kellett volna neki internet, és akkor mondtam, hogy ez nálunk nem egészen így működik, hanem be kell menni, kell hozzá személyi, a nevéhez kell rendelni, és úgy fog működni. Volt meglepetés, mert tudjuk jó, hogy nyugaton nem mindenhol, de azért egy csomó országban alapvetően boltban bárhol tudsz venni SIM-kártyát, postán, sem eddig nem tart, nincs a nevedhez kötve. Nálunk nincs, bár voltak ezek a dominó, meg mindenféle feltöltő kártya, amit meg tudtál venni, azt hiszem, akár újságárusnál is, hogy az már nincs. Azt tudom, hogy szigorítottak rajta, meg kellett oda is már személyi, mert valami komplex mafia épült rá, hogy ilyen kártyákat használjon. Hát pont ezért létezik, tehát van ugyanúgy feltöltős tudtommal, most úgy mondom, mint hogyha ebbe dolgoznék, de úgy tudom, hogy van, csak a lényege az, hogy a személyedhez kötik, tehát az már nincs, mint régen. Régen nagyon-nagyon egyszerű volt SIM-et venni, vagy mellett, hogy én nem emlékszem, de külföldön biztos, hogy tényleg bemész egy könyvesboltba, leveszed, betetted a telefonba, aktiváltad, és utána tudtad használni. Most már lehet, hogy annyira nincs is erre igény, mert mondjuk EU-n belül alapvetően ugye tudod használni, de valószínűleg a srác az nem EU-s volt, és neki meg marha drága lett volna használni a külföldi SIM-ét, arra meg ugye ilyenkor jól jön egy ilyen feltöltő, és csak ugye azt hozzá kell, tud venni, én úgy tudom, de hogy hozzá kell, hogy rendelődjön a nevéhez. Úgyhogy hát ezek vannak, ugye ez a három. Amiket említ különben ő is, preventívről is beszéltünk, mondd csak. Nem, csak annyit akartam még hozzátenni, hogy és időnként meg is kell újítani. Tehát ezt van egy feltöltőkártyás SIM-ed, akkor ezt, mit tudom én, évente azt hiszem nyilatkoznod kell, hogy te még mindig az vagy, akinél van ez a SIM. Igen. Megnehezítették. Régen azelőtt, hogy ez volt, most nem emlékszem, 2018 valami ilyesmire emlék, de lehet, hogy rosszul. Előtte meg egyszerűen úgy oldották meg, hogyha nem használtad a SIM-et, akkor ugye 3 hónap, 6 hónap, 12 hónap, nem tudom, hogy volt, akkor utána az kukatát lejárt. Most meg tényleg az van, hogy meg kell újítgatnod. Csak már azért nem tudjuk, mert szerintem a legtöbben nem használunk ilyet, mert annyira lehet jó kedvezményes csomagokat kapni, hogy egyszerűen nem éri már meg. De ugye régen azért alapvetően drága volt. Most azért még emlékszem arra az időre, amikor mondjuk 85 forint volt egy perc, és ez volt 25 éve, tehát hogy azért sokat változott ebbe a világ, ebből adódóan már nem annyira van szükségünk ugye erre, hogy most csak 2000-et rátöltök, tehát technikai értelemben, hanem egyszerűen veszel egy olyan havi előfizetést, ami mondjuk most nem tudom, 2500 forint, és nem foglalkozol vele. Én emlékszem, volt olyan is, hogy voltak ezek a 3 másodperces hívások, tudod, amikor nem vont le. És volt igen, és akkor volt a kártyádon, tudom én, 3, nem tudom hány forint, de kevés, nagyon kevés, 100 forint mondjuk, és akkor tényleg ilyen 3 másodpercekben hívogatták egymást az emberek, és utána lett a kapcsolási díj, ami már aztán ezt megakadályozta. Persze, azt gondolom, hogy így fejlődik. Most nagyon-nagyon retrózunk, de például Matáv, amikor behozta először az éjszakai hívás 150 forintot, tudod, hogy bármeddig volt, az volt ugye ez a BBS-nek még a vége, és már igen, a betárcsázós netnek az eleje, és akkor ez egy tök nagy dolog volt, hogyha nem szakadt meg a vonal. Úgy kezdtem az internetet. Igen. Azért, úgyhogy, ja, most meg tényleg azon, hogyha megnézzük arányaiba pénzben, hát azért nem egy olyan. No, de menjünk a preventív intézkedésekre, mert van még témánk. Az USA központú NIST, ugye a National Institute of Standards and Technology, az 2016-ban kiadta azt, hogy már nem tekinti biztonságos megoldásnak az SMS alapú kétfaktoros autentikációt, és amúgy 17-ben már a kormányzati szerveknek nem is engedélyezte, hogy ezeket használják. Úgyhogy Ádám is azt javasolja a dokumentumában, hogy ha nem muszáj, akkor ne használjuk az SMS alapú kétfaktoros autentikációt, erről is beszéltünk mi is a podcastben, az előzőben, lehetőség szerint ezeket tiltsuk le a már bekapcsolt szolgáltatásáknál, és helyette használjunk vagy fizikai azonosító tokent, ha megtehetjük, vagy dedikált autentikációs alkalmazást, nyilván, mint tudom én, Google Authenticator-t, vagy bármi ilyesmit, de hogy ez sokkal jobb. Nyilván a fizikai az olyan szempontból jó, hogyha még kompromittálják a mobilodat is, vagy ellopják, vagy nem tudom, még akkor sincs hozzád kötve. A dedikált autentikációs alkalmazás pedig értelemszerűen egy kényelmesebb megoldás, de mégsem a telefonszámodhoz van feltétlen kötve. Még ami fontos szerinte a tokeneken és az alkalmazásokon felül a tulajdonság alapú autentikáció, például ilyen lehet ugye az új lenyomat, most nem tudom, hogy mennyire használjuk még, nekem még régi iPhone-om van, úgyhogy azon lehet. És ez is egy picit biztonságosabb megoldást jelent, természetesen ez sem jelent feltörhetetlen módszert, ugyanabban az esetben, mint az előbb említettnél, amikor fizikailag hozzá tudnak férni a telefonhoz, vagy az adott eszközhöz, vagy nyilván, na mindegy, ez már ilyen skif is, de hogy el is tulajdoníthatják az újunkat, és akkor nem mondtam csúnyán. Pont ezt akartam mondani, mert néha így följön ez a téma egyébként, hogy milyen túlfét használjunk, meg hogy biometrikus így, meg úgy, és rendszerint megkapom ezt az érvet, hogy odaáll mellett 3 verőlegény, és levágják az ujjadat, és nem tudom, és akkor mi lesz. És nem győzöm mondani, hogy ha már odáig fajul a dolog, hogy odaáll hozzád 3 verőlegény, akkor tök mindegy, el fogod mondani, be fogsz lépni nekik. Tehát akkor tök mindegy, hogy... Nem érdemes. Igen. Persze. Volt ez a régi mém, tudod, amikor ott van, hogy nem tudom, 4096 bites RSA, nem tudom mi, tudod, meg ilyen laptop, nem emlékszem már pontosan mi volt, de a lényeg az volt, hogy tudod, ott állt a másik, meg egy $2 baseball ütővel ide-odod, hogy elszobod. Igen. Tehát, igen. Ez így működik. Kiemeli amúgy ő is, hogy érdemes egy külön titkosított telefonszámot használni SMS autentikációra, amennyiben mégis ennél a megoldásnál maradunk, vagy valami miatt muszáj, hogy ezt használjuk, de ebben az esetben tudjuk kérni, hogy az online adatbázisból töröljenek. Ez nyilván arra nem ad megoldást, hogyha benfentes emberről van szó, erről is beszéltünk a swim shopping kapcsán, de hogyha nem benfentes ember van, akkor azért az egy jó védelmet tud adni. Hogyha meg nincs lehetőségünk külön erre a célra egy külön SIM-et rendszeresíteni, akkor lehetőség szerint a közösségi felületeken, fórumokon ne adjuk meg ezt a telefonszámot, vagy a hozzá tartozó egyéb azonosítókat. A csomó minden mást is különben ő ugyanúgy felsorol, amiről beszéltünk, hogy képernyőzárker a telefonra, hogy a gyári PIN kódot azt változtassuk meg, hogy ellopás esetén értelemszerűen ne tudjon az elkövető hozzáférni, stb. Meg maga az, hogy milyen információkat rakunk ki publikusan, tehát, hogy lehetőleg ne kapcsoljuk a telefonszámunkat mondjuk internetes felhasználói fiókokhoz, netbankokhoz, kriptoszámlához, vagy ne rakjuk ki a Facebookra, erről is beszéltünk, vagy bármilyen helyre, honnan azért egy olyan korban érünk, ahol tényleg, hogyha doxolni akarnak, akkor hihetetlen mennyiségű információt tudnak begyűjteni rólunk, és ezek ne ott legyenek. Amúgy, ami még szimpatikus volt Ádámnak a dokumentációjában, az az, hogy a helyreállító intézkedésekről is beszélt, és mi arról nem annyira, hogy mi történik akkor, hogyha mégis beüt a krak. Egy kicsit beszéltünk róla különben, de inkább az impactjáról. És ő azt mondja, hogy a kárenyhítése érdekében lehetőleg rövidebb időn belül vegyük fel a kapcsolatot azon pénzügyi szolgáltatókkal, akiknél potenciális kár érhet minket, és azonnal tiltsunk le a régi jelszavakat. Ez az első lépés, és ezt követően a mobil szolgáltató elérés és tájékoztatása, valamint különböző értelemszerűen e-mail közösségi fiókok visszaszerzése következhet. Kiemeli, hogy tegyünk feljelentést az illetékes rendőrségi szervnél, vagy amennyiben adózási adataink is veszélybe kerülhetek, akkor a NAV értesítése sem maradhat el. Továbbá változtassuk meg az összes internetes felhasználó fiókhoz köthető jelszavunkat a fent leírt szabályok szerint, még akkor is, ha azok közvetlenül nem voltak kitéve kompromittálásnak. Természetesen kiemeli, amiről sokat beszéltünk akkor is, hogy azzal azért tisztában kell lennie mindenkinek, hogy nem fogjuk tudni teljes mértékben helyreállítani a számunkra okozott kárt, presztízsveszteséget, tehát figyeljetek erre. Viszont nagyon-nagyon jó hír, hogy ezt a rendőrségtől is megerősítették, hogy Magyarországon azért ezek nem annyira jellemző dolgok létezik, de alapvetően az új rendszer miatt már nem egy olyan, mint mondjuk Amerikában, vagy akár Afrikában, bizonyos országokban. Ezeket jó tudni, és megnyugtató, mert amikor először én ezzel találkoztam, amikor elküldte nekünk a dokumentumot a szerző, akkor azért én kicsit ráparáztam, hogy 2 telefonhívást. Felhívnak egyszer valahonnan, és azt mondják, hogy azonosítsam magam, hogy mondjanak egy információt, és akkor elmondok 2 adatot magamról, megköszönik, elmondják, hogy akkor van egy biztosítás, amit szívesen ajánlanának, köszönöm, nem kérem, ennyi volt. Majd felhívnak egy héttel később, és megkérdeznek még 2 adatot, és mikor megvan az összes adat, akkor felhívják a szolgáltatómat, és elmondják, hogy ők, én vagyok, és egyébként meg tudják az adataimat, úgyhogy amikor azonosítani kell, akkor igen, elmondják, hogy hol születtem, hogy mikor születtem, ki az anyukám, stb. És aztán azt mondják, hogy hát tönkrement a szím, kéne másik. Ugye? Tehát azért ez így elég para. Hát meg maga az a para, hogy nagyon sokszor teljesen legit cégek, vagy akár bankok kérik el ezeket. Tehát mondjuk, hogyha van egy bankod, és ő hideghívást intéz feléd, mert valamit el akar adni, akkor ő akar autentikáltatni téged, és olyan információkat... Azért mondom, olyan infókat kérnek a telefonba, hát én is szoktam mondani, hogy ne haragudjon, ez fordítva kéne, hogy működjön, maga bizonyítsa be, hogy ki. Mert ugye hát különböző számokról hívnak, de hát... Tehát és tényleg olyanokat, hogy mit tudom én, tudod, a számláthoz tartozó számok, már mint a tudod belépéshöz, meg édesanyád neve, meg ilyen, nem is értem. Az a baj, hogyha ezt nem azonosítod magad, akit hívtak, akkor a következő, hogy jó, fáradjon be a bankfiókba. Azt még nem szeretnénk. Én ezt szoktam mondani, tehát nálam ez egy nagyon-nagyon klasszikus megoldás ez, hogy kérik, hogy azonosítsam magam, én mondom, hogy hát bocsánat, de én így nem, mert nem tudom, hogy kivel beszélek, mondhat akármit, úgyhogy be fogok sétálni a bankfiókba, és akkor ezt én el fogom intézni. Mennyire sürgős? Ja, hát igazából nem sürgős, csak terméket akartak ajánlani. Ja, jó, mondom, köszönöm, ha szükségem lesz egy termékre, akkor majd bemegyek a fiókba, és megkérdezem. Igen, amúgy abban az esetben, hogyha úgy érzi bárki, hogy fontos egy ilyen hívás, de nem biztos benne, akkor a legegyszerűbb az, hogy a hívófélnek elkéri a telefonszámát, a nevét, a titulusát, és lebeszélitek vele, és ti hívjátok vissza, és akkor már utána tudtok nézni. Ja, ez egy jó tipp. És reméljük, hogy elkerül minket ez a dolog, de én változtattam az adásmeneten időközben, ugyanis ránéztem az órára, és láttam, hogy elképesztően szarad az idő, mert nagyon szószátyárak vagyunk, ami jó, mert sokat beszélünk a témákról, viszont így nem biztos, hogy mindenre jut idő, és Szabi még alig beszélt, úgyhogy Szabi... Olyan hálás vagyok neked. Tied a pálya. Jó. Hát, amit én hoztam mára többek között, vagy ami Trello-ba bekerült, az egy Linux priveskes dolog. Ha már volt szó itt a Lazarusról, meg volt szó arról, hogy támadnak már Linuxos felhasználókat is, pedig mint tudjuk, a Linux az rendkívül biztonságos rendszer, hát azért nem mindig. Tehát most is került napvilágra egy privesk hiba, amit SlackRoot névre kereszteltek el, ez a CVE-2023-32609 egy szép 7.8-as pontszámot kapott, és a Linux kernelnek a 6.1-től a 6.4-esig terjedő verzióját érinti ez a hiba. Egyébként a memóriakezeléssel van probléma, hogy nem, egy use after free bug, ami kihasználható, és szerezhető ennek segítségével root jog. Egyébként azt mondják, hogy nincsen arra utaló jel, hogy ezt a hibát így kihasználták volna in the wild. Egyébként június 15-én jelentették a hibát, és azóta elvileg ki lett javítva a 6.1.37-be, 6.3.11-be és a 6.4.1-es stabil verziókba, ami azt jelenti július 1-én elvileg ezek a hibák javítva lettek, viszont Proof of Concept Code az bár még nincsen, de várhatóan a hónap végére lesz POC-nk ezzel kapcsolatban. Ami azért mindig egy nagyon érdekes dolog, és azért is hoztam be ezt a hírt, mert hogyha az ember elkezd pentesztelni, vagy van egy megbízásról pentesztelnie kell, akkor hát a tapasztalat az azt mutatja, hogy Linux rendszerekkel, amit viszonylag utoljára fognak frissíteni, az a kernel, mert ott, vagy ha frissítik is, hogy ott kell egy reboot neki, hogy újrainduljon. Tehát én gyanítom azt, hogy ugyanúgy, mint ahogy tavaly volt a pkexekes bug, hogy itt is azért lehet majd találni olyan szervereket, hogy már tudsz egy sérülékeny webalkalmazáson keresztül egy alap www-data, vagy akármilyen usert magadnak ott kezelgetni, meg annak a nevében futtatni parancsokat, akkor onnan már elvileg sok-sok rendszeren egy darabig könnyű lesz majd rúttá válni, és itt viszont visszacsatolnék, azt nem tudom, írtam-e nektek Telegramon, hogy valamik adásba talán valami Apple bug volt, úgyhogy talán Antenna mondta, vagy Szenga, most már ugye nem tudjuk biztosan, hogy ott is volt egy ilyen, hogy ha egyébként rendszergazda felhasználód van, akkor ki tudsz valamit használni, amivel nem tudom, tudsz írni, olvasni, valamit tudsz elcsinálni, és mondta, hogy na hát kösz szépen, ha már rendszergazda vagyok, akkor minek. De hogy egyébként ugye az Androidon is, meg Linuxban is, ott mondjuk a SELinux, gondolom Apple táján is van ilyesmi, tehát hiába vagy mondjuk a root, attól még lehet, hogy egy csomó mindenhez nem férsz hozzá, hogyha egyéb védelmi mechanizmusok be vannak kapcsolva, de lássuk be, hogy mondjuk egy standard webhosting webszerver esetén valószínűleg ezek így nem annyira vannak ott, hogy védjenek mindent, úgyhogy ha valaki pentesztel a következő, nem tudom, fél évbe, annak érdemes ezt a hibát figyelembe vennie, és hogyha tényleg ilyen kernelekkel találkozik 6.1-től 6.4-ig, akkor érdemes rápróbálni. Persze csak akkor, hogyha van rá felhatalmazásotok. Ez jutott eszembe, hogy valamit mondtál, hogy rúttá válni, hogy akkor a penteszterek kerülik a szépségszalonokat, én azt gyanítom, ugyanis ott rootból szépé válunk, mi pedig szépek vagyunk, és roottá szeretünk válni. Hát ez egy fordított világ. Soha többet nem jövök Ninjával a podcastbe. Egyébként, amikor mondtad a kernel verziót, és elkezdted mondani, hogy 6-ossal kezdődik, akkor azért én megkönnyebbültem, mert megnéztem, és nekem még csak 5-ös kerneleim vannak, úgyhogy ez a téma, ez engem nem érint. Nem tudom, van-e még időnk egy kis hírre, mit gondoltok, belefér még egy kedves kis sztori a rendőrség és a mobilok kapcsolatáról? Igen, szerintem belemertünk. Ezt én már láttam ugye a Trello-ba ezt a hírt, és kíváncsi vagyok rá. Jó, oké. Szóval ez nem magyarországi vonatkozás egyébként, hanem ez Amerika, azt hiszem, vagy mindegy, valami angol száz környék, de szerintem Amerika lesz, mert dollárról van szó, így van, Amerikáról van szó, közben belőttem most már egy régi hír egyébként, itt viszonylag régi, május 22-én vettem elő, vagy került elém, és akkor dobtam be, hogy akkor én majd erről beszélek, aztán mindig tologattuk, mert nem fér bele sosem. Hogy kapcsolódik a rendőrség, meg a mobil téma ebben a cikkben úgy, hogy hát azért Magyarországon is előfordul az, hogy elárvereznek dolgokat a rendőrségnél. Például lefoglalt, már nem bűnjelnek, már nem számító, már nem kell megtartani dolgokat. És ez arról szól, ez a cikk, hogy a propertyroom.com, ami egy ilyen aukciós ház, ami kimondottan az amerikai rendőrségeknek a dolgait árusítja, vagy hát a lefoglalt és már nem kellő dolgokat lehet ott aukciókon megnyerni. Hát itt aukcióra bocsátanak minden olyasmit, ami már igazából tényleg nem kell a bizonyítási eljárásban, és onnan remek olcsó mobilokat lehet szerezni. És ezek a kutatók, akik a cikket írták, kipróbálták, hogy milyenek ezek a mobilok. Tehát így érted, most ott van egy csomó cucc, ami jó esetben, vagy hát nem csak jó esetben, de nagy valószínűséggel valamilyen bűncselekménnyel volt kapcsolatban. És vettek 228 telefont. Így úgy, ahogy, tehát ahogy voltak. Ezeket úgy árulják, hogy ahogy vannak. Tehát így megveszik, és úgy megnézték, hogy mit kaptak. Tényleg olcsók voltak, mert átlagosan ilyen $18, 6000 forint értékben voltak ezek a mobilok, és tényleg nem izék, nem butafonok, hanem rendes smartfonok. És akkor jön a statisztika, hogy mit találtak, ugye, amikor így ezeket megnézték. Hát voltak rajtuk, néhányukon például, ilyen posztit ráragasztva az eszköznek a PIN kódjával, ami feltételezi, hogy akkor ezek szerint ezek a készülékek nem lettek letörölve? Nem lettek vájpolva, nem lettek visszaállítva az alapbeállításra? Hát nem. Ezek bizony érzékeny adatokat tartalmaztak. Például volt olyan köztük jó pár, amit ilyen személyazonosságlopáshoz használtak. Tehát pont, ami ugye a SIM-swappinghoz is valamennyire kapcsolódik, ott voltak rajta az adatok. Ugye az amcsiknak például kimondottan érzékeny adata a Social Security Number, és hogyha adót akarnak visszaigényelni, akkor ahhoz is kell, meg ilyesmi, és ezeket így mobilról meg lehet csinálni. Kreditriportok voltak rajta, tudjátok, ott is, ott nagyon-nagyon mennek ezek a dolgok, hogy így megnézik, hogy neked mennyire vagy hitelképes. És akkor attól függően vehetsz lakást, autót, tévét, akármit, vagy akár a munkához is kellhet, érzékeny üzenetek, tényleg képek, személyes, minden ott volt a telefonokon rajta. És hát jó, volt néhány olyan, ami nem is működött egyáltalán, de volt, tényleg voltak köztük ilyenek, amik így konkrétan azt írták, hogy a PIN kódot az Greek Aid módszerrel, van egy ilyen eszközük, amivel ki lehet nyitni a PIN kódokat, végigpróbálja őket. Brute force-szal gyakorlatilag kinyitották. Úgyhogy hát mondjuk úgy, hogy óvatosnak kell lenni, hogyha ilyen dolgokat akar az ember, vagy ilyen dolgokat szerez meg az ember, és ilyen dolgokat vásárol. Feltételezem, hogy itt Magyarországon nem ez a gyakorlat, de ott konkrétan ez volt 2022. októberéig volt ez a vizsgálat, akkor értesítették a hatóságot arról, hogy hát ez történt, és hogy miket találtak. Tényleg a részletek ott vannak benne a cikkben, majd olvassatok el. A válaszuk az volt, hogy belső vizsgálatot indítanak, köszönjük szépen, le is kerültek ezek a termékek a palettáról, mármint az aukciók közül. Majd egy kis idő elteltével elkezdtek újra visszaszivárogni, és valóban az újonnan felrakott készülékek már le voltak vájpolva természetesen, de volt köztük például olyan, amiben benne felejtették a SIM kártyát, vagy az SD kártyát, és azon viszont voltak adatok, tehát az nem volt leírtva, és ott voltak képek, meg üzenetek, meg appok, meg minden ilyesmi. Ez itt nagyon Szerintem ez egy nagyon csodálatos kis történet. Figyelj, a kezdeményezés jó, Zero Waste nevében, még finomítani kell rajta. Szóval gondolkozom, hogy a vásárlónak van-e valami veszély ebbe a dologba, vagy igazából ez annak fáj, aki esetleg már a dutyiban csücsül? Hát de nem is feltétlenül például dutyiban csücsülő emberekről van szó, hanem mondjuk mi van akkor, ha ezt a készüléket ellopták. Tehát ellopták valakitől, és mondjuk nem volt rajta screenlock, és aztán lezajlott az eljárás, az illetőt, az elkövetőt azt rabosították, de az is lehet, hogy nem is tudták senkire rábizonyítani, tök mindegy, de valahogy megtalálták, előkerült, és akkor végül azt mondták, hogy jó, akkor ezt bocsássuk árverésre. És akkor viszont ott van az a készülék, amivel újra, tehát gyakorlatilag meg másodszor is el van lopva valakitől, mert mondjuk nem lehet tudni, hogy kié volt. Vagy például másik szkenárió, amit el tudok képzelni, hogy megfertőztek egy mobilt valamilyen malverrel, ami, mint tudom én, tényleg így kiszivárogtat infókat ellop stealerrel gyakorlatilag, és kémprogrammal. Ott van rajta a kémprogram, lezajlott az eljárás, már nincs szükség a készülékre, nem vájpolják, megveszed, elkezded használni, esetleg te sem vájpolod, ugye, és akkor megy ki a tényleges elkövetőnek a C2-n keresztül az adatod. Jogos. Ja. Hát igen, és voltak egyébként korábban is hasonló témák, amúgy csak ott nem a rendőrségtől vették, hanem például eBay-ről vettek kórházi eszközöket, és akkor abban is voltak páciens adatok, meg ilyesmi. Szóval egészen elképesztő dolgokat lehet beszerezni a használt piacon. Egész más szemmel fogok menni a bolha piacra ezentúl. Képzeld, de a security ez, és akkor ilyen számodra, ezt még a végére betűzöm, hogy délelőtt voltam a lányommal egy orvosi rendelőben, mert hogy fáj a torka, és akkor elmentünk, mert nem múlik neki már, nem tudom, egy hete, hogy nézzük meg, hogy akkor valami gyógyszert kapjon rá. És kim van a váróban egy hát ilyen fiókos szekrény, tudod, föl van címkézve 1990-től, nem tudom, 2003-ig gondolom, akkor bevezették a számítógépes rendszert, és nincs bezárva. És ott vannak benne a betegkartonok. Jaj! Hát, igen. Mondtam, hogy ez nem szép. De ez ilyen vitrines szekrény, ugye? Ilyen fémlábakon álló. Hát, de fiókok, ki tudod húzni a fiókot, és akkor ja, minden fióktól egy év, és ott van benne egy csomó betegkarton. Meredek. Ja. Kimondottan meredek. Hát akkor ezzel a szép képpel búcsúzunk tőletek. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, kedves hallgatók, és meghallgattatok minket. Remélhetőleg nem rettentek el annyira a káoszos műsorvezetéstől, hogy nem jöttök többet, de ha nem volt jó, akkor az ellenségeiteknek adjátok át, ajánljátok, ha pedig jó volt, akkor a barátaitoknak, és szeretettel várunk titeket a 287. adásban is majd. Ninja voltam, sziasztok! Ciao, sziasztok!